előre engedlek, jó? Á, nem, hát vezessél már be. Nem. Én nem merek bele. Ugye? Éj! Jaj! Jaj! No, szervusztok! Szervia! Szerbia, Montenegro! Jaj, itt is lezzem, Csabika, szia! Jaj, drága! Lehet, nem marad itt első semmi a cuccokból, hogy az jön. Nem baj, nem baj. Január 25-én ez a nap lesz arról híres, hogy ismételten 13 év után megint az Ámbozsi emlékkoncert, és igénylik az emberek, és emlékeznek a testvéremre, ez borzasztó érzés. Mindent elfelejtek már, elfáradtam rég, lassan elmúlt a láng. Úgy félek én. Átvérasztott éjszakák, száz el nem jó tesó, nem jó, nem jó, nem jó, nem a refrén, még vagyunk verzén, mi várjál. Még egy verzé benne? Itt nem csak arról van szó, hogy most ki mit énekel, hanem arról van szó tényleg, hogy emlékezzünk meg róla. Hogy 13 év után is könnyező arcokat látok a nézőtéren, és ez a legfontosabb. Add vissza nekem, őket még látni akarom, még nem búcsúztam el. Ide a második verzére ki kéne találni valami másik hangszerelést. Na? Én nagyon erőltetném egyébként a billentyűt, az apu is tudod, hogy nagyon szerette a billentyűzést. Érzed már? Belül érzed? Benned van? Hagyj egy kis hangot, hogy... Benned van már? Hadd szóljon. És figyelj! Ők a tűz, amíg érsz, leállt a zene. A szerelem nem jó, hát hát, de ne hülyeskedj már a testvérem, mert... Na, kezdjük úgy, hogy legyek felkészülve a fülessel. Ja, bocsáss meg. Várjátok, bocsánat, egy pillanat. Fizsekedjé! Tehetünk. Ne, hogy elvizsd a hangodat. Ne! Vedd komolyan, Árpika, vedd komolyan, ne lesz szórakozzál, komolyan, elég, én neked meg. Tényleg, most nagyon komoly leszek. Most figyelj. Effekszed én, amiben tudok segíteni a zenei vonalt, ugye azt én próbálom egybe tartani, terelgetni, hát hála jó Istennek azért, amit hallottuk is, jól is megy ez. Zsamo! Örök a tűz, amíg érsz, dobog a szíved. Egy te mekkora testvérem vagy! A szerelem őrzi, míg érsz, nem alszik el. Én ehhez. Nem múlik. Jaj, nem! Életre kell. De szeretlek. Nem tűnik el. Egy újabb jön el. Eljön, testvér. Bye, bye, life. Bye, bye, love. Gondolj rád minden nap. Meglepődtem. Ilyet még nem láttam a világon. Nem láttam, hallottam. Mondom, mi van? Nem, mondom, Árpika. Mondom, hogy? Én ezt nem vettem észre is. És felment Árpi magas C-be. És vissza, hogy milyen lett, jó? Autotune használ! Jobb jön el! Bye, bye, bye! Megcsináltad! Jaj! Jaj, de gyönyörű lettél! Megcsináltad, te rohadék! Jaj, de szép lett! Tele van a... Mert itt vagyok én, basszus, a Jimmy fia, és azt gondolnám, hogy én bennem van, és ez arra jövök rá, testvérem, hogy látlak téged a színpadon, és vagy jó vagy. Érted, amit mondok? Nem. Nem? Nem. Hát de figyelj rám, koncentráljál. Na mondja szépen. Azért kértelek meg téged, mert én úgy voltam vele mindig, hogy én úgy éreztem, hogy nekem több hangot örököltem aputól, mint te, de viszont az az igazság, hogy mégis irigyellek azért, hogy itt nem elég az ember
Mert ha én fölállok a színpadra, hiába van nekem hangom, ha egyszerűen összekarom magam a színpadon, te viszont kiállsz, figyelj, apám, és, ezt, és le tudod magadról rázni. Én ezt úgy gondolom, hogy nyilvánvaló valaki el tudja magát adni a hangjával, és van, aki el tudja magát adni a személyiségével, tehát a színpadra kimegy. És átmész cápába. Vagy abba, vagy pedig abba tudod, hogy ilyen nem is tudom mit meghatározni. Nálam az a probléma, hogy itt bent van a probléma, itt nem tudom ledolgozni a színpadon a stresszt, ami egyébként azért nagyon irigyelem. Mert ő föláll, és önmagát adja, és ez bejön az embereknek. Na figyelj, bátya, én mutatok neked valamit. Remélem, hogy ezt azért, ezt az egyet, szerintem még, ám mondjuk lehet, hogy kicsi korában, apu hogyan skálázott? Gyere, megtanítanak testén skálázni. Ne legyél már, most komolyan mondom, tesszük, fejleszünk, Pavarottit mondták. Vigyük fel Pavarottiba. Fújja a testét, fújja. Itt figyelj, majd vezessél. Itt befogom, és te meg itt fújja. És akkor add a hangot hozzá. De nem motor vagy, hallod, Rosszi? Hát te mondtad. De figyelj, leviszed, nem tudod. Csokoló! Na! Hello, na végre! Na vártalak már nagyon. Na, de. Már nagyon vártalak már nagyon. Szia, babám. Milyen volt a buli? Jó volt? Marietta, Jimmy és Árpi testvére. Szörnyű. Ilyesek vagytok? Há, dehogy is. Szélyen halok, ne viccelj már. Azért jöttem már, elegem van az egész. Na, fekvőzzetek le. Ne tudd meg, mi történt. Na, mi történt? Baba. Állati volt? Jó volt? Hát, sikerült, a magas C-t megcsináltuk. Ne hülyeskedjetek, tényleg? A magas C-t kinyomták. Nem. Bát jó volt, hát jó volt, bát jó volt. Nem, magyarul ezt úgy nevezik, hogy Zámba Árpi. Na ne! Én imádom a drága nagybátyámat, soha nem bántatnám az életbe, de muszáj volt megszivatni. Kicsit meg kellett szivatni, de már lehet, hogy egy kicsit bánom is ezt a dolgot, mert attól félek, hogy ezt vissza fogom majd kapni. Elénekeltük a dalt. Igen. Énekeltem. Igen. Próbálta. Jaj, csiszoltad. Csak mutatom. Csiszoltad a hangoskádat? És hirtelen teljesen más hang jött vissza. Ja Istenem, akkor te... Ilyen Rupikék Törpikék című. Kicsit felemeltük magas C-be. Igen. Nem úgy, hogy megszorogottam a kis golyóit. Árpikának hallottuk végre, milyen lenne nőiesen a hangja. Az arca megvan már hozzá, a haja megvan már hozzá. Én tudom, hogy testalkatilag is gyönyörű szép nő lehetne. Ásványvíz jó, hogy valami még kis... Jó. Én csak egy picit meg fogyón vagyok, úgyhogy nem szeretnék itt rengeteget enni. De a kedvetekkel megkóstolom, hogy mit főztem. Hallottad, ez fogyom van. Igen, hogy mit főztem. Na, én szerintem... Nem mondod, drágám, az fogyom van. Én is fogyom van. Nem azon neked vagyok, drágám. Drága, neked csak a szemem kívánja. Tudod, nekem mennyire csak hülye persze, vagy. Persze, drágám, nekem csak a szemem. De nekem ne tegyél most már bele. Bocsáss meg, ne arra ugye elnézést. Árpikám, drága kis fia. Azért mondom, a kaja csak, hogy ne törölj vele. Hozok ugyan neked egy rongyot, amivel le tudod törölni. Gyerekem, mit csinálsz te itt nekem? Ide gyere, te rohadék. Jó, de a tejfőben ezek után nem kell. Ne! Lejött a tejfő. Jó, ódlukat is benne van a tejfő. Jaj! Menj már! Hey! Megérkeztünk a katasztrófa helyszínére. Én még semmit nem látom, egy picit föntem. Kerek Éva, ingatlanos és családi barát. Akkor ez borzasztó. Hogy... Komoly? Igen. Te rossz ide feljönni? Hát... Ez nem kis tűz volt itt. Ez nagyon nem. Amikor az utcába beléptem, akkor azonnal ugye eszembe jutott minden az ég, az a vasárnapi hajnal, az pillanatok alatt hagyom belepörgött, hogy mi is történt. Tűzoltó, mentő, rendőrség, a világon minden volt, és kattogtak ugye fogaskerekek, és jöttek el az emlékek. Borzalom. Be tudunk menni, hogy megnézzük? Nem tudom, mert le van zárva a padlás, és ez is minden le van zárva, tehát használhatatlan. Azért vagyok így most jelen pillanatban. De menjünk arra, aztán nézd meg, hogy mi a fejezet. Mit szólsz hozzá? Szörnyű. Nagyon csúnyán néz ki. Láttam én már tüzet, de úgy, hogy tudod, az enyém, és egy
Gyakorlatilag a belvárosban ég a tűz. Az nagyon komoly. Az Éva az a családok nagyon régi barátja. Építészettel foglalkozik, lakóparkokat épít, és az, a szíve az nagyon nagy, és ugye meghallotta azt, hogy mi történt velem, és így gyakorlatilag segítségemre jött. Ez is hogy megolvadt. Úgyhogy jelen pillanatban teljesen tanástalan vagyok, hogy hogyan a fenébe kéne lakhatóvá tenni ezt az egész tetőt meg a kémlit. Úgyhogy most ebben vagyok így hirtelen. De hát nem is tudom, hogy mi lenne a megoldás így. Rajta vagyok az ügyön, csak nem tudom, hogy hogy csináljuk tovább. Nem mindegy, majd lesz valami. Most akarod lakhatóvá tenni? Hát jó lenne. De ezt most nem lehet lakhatóvá tenni, tél van. Árpi megint nem adott a jó dolog. Árpi, hát Árpi köszi. Helló, srácok, szevasztok! Jó, nem is valók már neki az ilyennek. Jaj, de dolgoznak a fiatalok! Szevasz, Árpi! Már igen, na, szevasztok! Jó, jó munka volt, minden oké? Jó munka volt. Na, Csubi, mi újság van? Nincs semmi. Szevasz, testvér! Illetve újság az van, csak hát nem neked már, érted? Miért? Hát volt itt két kis pipike, nem mondom. Tehát, aki ilyenkor dolgozni. És jól néztek ki? Hosszú lábú táncosak. Hát menj már! Ez a szerviz abszolút családi vállalkozás, hiszen ugye a testvérem csinálja, én nyilvánvaló, hogy kisegítem a testvéremet, és hogy tudok, akkor segítek neki. Mit csinálnám már te a fiatal lányok? Na, semmit. Na, te mit csinálsz az öreg asszonyjal? Jöttek gumit cserélni. Ja, igen. Jöttek gumit cserélni. Gumit cserélni? Téli gumit cserélni. Jó, ide a finált, hogy téli gumit cserélni. Ne, ezt! Cserélnek nekem gumit. Mi zsadok? Értelek. Értelek. De gizdák vagytok. Tehát ilyenekről lemaradsz. Nem minden, nem érdekes. Én azt akarom mondani, hogy jön még kutyára dér. Tudod, azt szokták mondani, az öreg kecske is megnyolja a sót. Lelkem megvigasztalásképpen egy csodálatos ötlet jutott az eszembe. Ha már ennyire gizdáskodtak a két csajjal, akkor nekem is volt egy ötletem, hogy én is behívok akkor csajokat. Igen? Szia, Alex, Árpi vagyok, puszi. Mit csináltok? Itt vagyok barátaimmal, megyünk be a városba. Jaj, de jó! Be tudnál hozzám jönni? Lenne hát... egy aranyos kérdésem lenne, hogy gyakorlatilag, ez pont jó, hogy a barátnő ide vagy, nagyon jó. Gyakorlatilag meg szeretném viccelni. Igen, de... Igen, Már mondom is, meg szeretném viccelni a kollégákat. Jó napot kívánok, szervusztok! Hello, sziasztok! Tudatom segíteni a hölgyeknek. Gumit szeretnék cseréltetni. Szerintem az Zolinak az álla leesett, amikor beérkezett a három hölgy. Nagyon jó érzés volt az, hogy büszkélkedtettem egy olyan barátommal, aki ugye ismertem, de hát a poén kedvéért ez pont csodálatosan sült el. Várjuk egy kávét, vagy valamit esetleg? Akkor kísérjetek. Jó. Figyelj, drága, rózsabimbom. Jó. Akkor erre jöjjünk ide, ugye? Hogy a kezedet így kézzel fogva, nagyon jó. Igen. És kávét, havos kávét, ilyen hosszú kávé, az az. Teljes kávé. Már is azon intézem, hogy ügyeknek teljes kávé. Három? Igen. Megvan egy pillanat türelmet. Alex egy nagyon régi ismerős. Alanyos tündéri lány, vendéglátóban dolgozik, onnan ismertem meg, szerintem a két barátnő is egy csodálatos két fiatal aranyos tünemény. Úgyhogy hogy jó volt a látvány. Milyen gumicsere lesz? Nem mondod. Edina. Téli gumi. Csak téli, nyári téli ősz. Télen-nyáron. Tavasz, nyár, ősz, tél? Mindig. Mindig? Négy éjszakos. Akkor csak gumit, rendben csak van. Más nem lesz akkor. Nem. Jó. Vagy szeretnél? Nagyon. A szírász megfojtott. Megbeszélni. Hát persze fiatal, tinédzser kis hölgyek voltak, hát nyilvánvaló, ugye az emberben végigpörök, hogy jó Istenem, de csinos vagy. Ugye attól függ, hogy honnan nézzük. De jó érzés volt. Hölgyeim, akkor a számlát azt kivel tudom rendezni? Zolikám, én intéztem a számlát, ne haragudjál. De hölgyek táskája, ott van a kocsi. De ne a táskával foglalkozzad, drága testvére. Vagy én persze vagyok, de nem azzal kell foglalkozni. Nézd meg! Ezt szerintem jó. Bordó, piros, mit tudom én, mi ez. Jó, csak nagyon fáradt vagyok, Árpika, nekem rohadt. Nem vagy egyedül ezzel a dologgal. Jó, csak nem kell legközelebb megígérni, és akkor kell megcsinálni, amikor... De hát, hogy néz ki ez a képete? De
öcsém, hogy az szét van cseszve. Az ilyeneket le kell mosni a francba. Mondjuk azt le lehet kicsit. Jó, lejön, oké. Okay. Hát a graffit is álladék. Valamelyik, ezért. Hallod? De öcsém most nem fog lejönni. Valamelyik korrekt. Öcsi? Hát nem jöjjön már le, mert halálcinkes, hogy mi remélem, már megértek, és most kezdjük el csinálni. Remélem, hogy nem fog lejönni, de mindegy, nagyon gyorsan megcsináljuk. Én azt sem tudom, hogy ezt hozz kell kezdeni, mindegy, mert nekiugrok. Szívből, lélekből csinálom, esküszöm neked. Sziasztok, hello, buszi. Hello. Elég régóta megígértük neki a öcsikének, hogy kifestjük a Jimmy klubot. Aztán kicsit ezzel elcsúsztunk, az igazság. De megpróbáltunk úgy bejutni, hogy ő erről ne tudjon. Te várjál, már van itt valaki. Halló. De ki ez? Öcsi jó. Ó, szevasz, tök fej. Ciao. Mi van, ciao, gyerekek? Zambó György, öcsi, szigorú családtag és csapos. Ciao, mi a nem erről volt szó? Jó, bocsi, elkéstünk. Hát hol vagytok? Hát hol vagytok? De miért, hogy itt vagy te, testvére? Hát, egy az, hogy tegnap éjszaka volt. Nem, ezt beszéltük meg a festésnek. Hát a bátyának, vagy az öcsének mondjad, most mit, na jó, oké. Okay, gyerekek, elkéstünk. Nekem mondjad, rá kell várni. Tegnap kész kell volna lenni. Ezzel mindig rám kell várni. Öcsike, megcsináljuk gyorsan. Semmi gond. Jó, tesszük, hogy már a kajakra. Tényleg itt vagyunk a bátya, tudod, hogy csak... Gyorsan adj egy melegítőt. Semmiféleképpen majd a munka el lesz végezve, akkor jól gyerekek, valamit kérjetek. Sajnos meglepetés ért minket, és ott volt az öcsi. Úgyhogy ez egy kicsikét feszültítette a munkakört közöttünk Árpival. Mi a hülye vagyok? Hát miért? Érted? Te nem tudtad, hogy itt van? Jól már tudtam én. Hát majd mondtam neked, hogy jövünk, hogy figyelj, hogy nincs egy. Most halált cink. Micsoda? Hát ez, hogy most itt van, és már rég kész kellett volna ennek a De festés. Most már mindegy. Nyomjuk, csináljuk. Azt a tanulmányt. Így, mi? Hagyjál ruhát, testre, hagyjál. Ilyen, semmi baj. Nem azt hagyjál ruhát. Ez így jó lesz, ez így. De hogy lehet, hogy én nem mondom, de Árpika, tudod, hogy én nem sűrűn festek, testvér. Miért nem szóltál, hogy kell ilyen? De hát gondolhatod volna, hogy festeni jössz. Miért? Te mibe jöttél? Ja, ez a festő ruha. De hát én már meg is oldottam. Maradj már csak, mert így is az öcsi hallja, hogy halálbénák vagyunk. Hol a tette? Várjál. Régi vágású szakember vagyok, látod? Így. Nem hozott ugye magával semmiféle szerszámot, akkor elegánsba jött dolgozni, hát így nem lehet. Öcsi, hát öcsi, azért nyomjad, apám, mert bal lesz belőle. Halálna, béna. Figyeld meg, hogy bal lesz belőle. De mindegy, ez ilyen. De ugye nem kentem összet, és hogy nézett ki? Hogy jött össze tengelyt? Ki? Ó, tök jól jött ki. Menj a Hova mész? Adjál békét! Megsértődtél? Adjál rá! Szervusz! Hát ez van, hát most is csak kér, már nem baj. Be kell fejezni meg ott. Gyere vissza! Kaptam én is a pofámra a festékből, na innentől itt kiborult a bilinálom, és úgy gondoltam, hogy tovább nem vagyok hajlandó festeni. Jó, most legyél, hogy megkamázzalak. Hányja? Kifogja majd az arcomat, már érzem, hogy fáj, és testvér, kajak. Várj, akkor letörlöm. Halljak meg, ha nem fáj. Várj, hol? Majd én letörlöm, várjál. Na. Hogy volt, így volt te. Jó! Mindjárt fájni fog, várjál, nem fogsz rögni. Hát a festé. Te! Vesküszöm neked innen! Tíz életgatyádok! Kérem, létre, szóltok szeretek a bátyám, hogy... Te! 50 év a bátyja. Leszomlok az velem, mert megfestem magamat. Még az is leesik. Istenem ezt a nyomorékot. Atya, úristen. Na, de valami fontos. Valami új megoldást kell találni, mert bocsánat, csak én arra, hogy ezt elcsesztük. Na, de ezt nagyon akarsz újra, az egészet újra. Elcsesztünk, én fia, nem jöttem, nem jöttem konzultálni, konzultációra kell szólni. Vendégek mit fognak? Minden magasság, mindegy. Épp másodokat vagyok. Akkor most mondd, hogy befejeztem. Nagy most te. És kajakra farra. És mi ez az öltözék? Kajakra farra mászok tőletek. Hogy te mászol Na, majd én. Mikor megjössz egy kis ecsettől? Ennyi. Rosszul vagy. Idióta. Ez egy sajnálatos esemény, hogy feladtuk a küzdelmet, mert beláttam azt, hogy egyedül így nem megy. De minden öcsivel megbeszéljük, jó? Szép ruhát ide. Öcsike! Bátya! Ma mondjátok, nagyon nagy baj vagy, testvér. Következő a dolog, hogy Eddig jutottunk el. Na, ezt szórakozzatok, disznó alatt nem hagytatok, remélem, hogy megcsináltatok a munkát. Nem, visszajönnék, az igazság, megoldok. Ezt nekünk töltötted ki?
Ezt nektek az egészségetekre. Ó, köszönjük, csak erre amúgy ennyit képest. Ért a munkátok, ezt meg. Vigyázz, vigyázz, csöpök, csöpök testvér. Olvasom, mert ilyen, nagyon kemény bíton. Mi ez, öcsi? Mi van? Ezt érdemeltétek ma. Öcsi nagyon aranyos volt, mikor megkínált bennünket egy itallal. Csak az ital az nem volt igazi ital, hanem víz volt benne, ami úgy gondolom, hogy ez tőle abszolút várható, vicces kedvébe volt, de úgy gondolom, hogy meg is kapta, mert hirtelen vissza is jött. Azt mondja nekem, falra mászik, csak falra mászol tőlem? Igen, nagyon. Falra mászol? Nagyon. Falra mászol tőlem, tényleg? Abszolút. Akkor gyere, másszál velem falra. De hova? Mi az, hogy hova? Falra, mert tudod, ez a falra mászás? Nem, én gyerekkoromban másztam, ott el kell a fal át. Figyelj, csak elmondom neked, hogy csak ki, jó? Hevede, biztonsági kötél, felkötjük a dagat hasadra. Ez a izé? Ez a... Igen? Az? Gyere el velem, és akkor... Nem, egyébként testvérem. Gyere el velem, próbáld meg! Azt nem az én műfajom. Nem, ha ekkora volt a szád, akkor gyere és próbáljuk Fortbalba meg. Ott vagyok. Gyere, na játsszuk le! Gyere, testvérek vagyunk, játsszuk le! Nem, meg öcsi, szóljál már. Hogyha nem nektek se jól, semmedig azt is elszúrjátok, valamelyikőtök leesik, mehetek, értetek. Jó van, bátya, tudod mit? Orházba. Elviszem a másik bátyámat, elmegyünk, mászunk, gyere velem! Te is, te tényleg nem tudod mi ez, hova visznek most téged? Ez nagyon tetszeni fog, az nagyon fajn. Ez mi? Ez erőpróba, a testvérek közötti erőpróba. Ez a izék állnak ki a falból. Arra gondolsz, nem? Az, izék, igen. Ezt jól megmagyaráztam, izék állnak ki a falból. Nem, vagy jól csinálod, csak lassan. Hát az a hegyek. Azok a hegyek, azok. Kapaszkodok, testvérem, kapaszkodok. Tudod, a lekvár. És a lényeg az, hogy kapsz egy hevedert, felkötnek, biztonsági kötelet, hogy ne f***ál, ne majd utána elkezdesz mászni, egyenként fogunk, vagy egyszer, akkor az nagyon kemény lesz, egyenként kezdünk el mászni. Aztán meglátjuk. Nem állt ez gyerekkoromban messze tőlem a falmászás, ugye, amikor mentünk cseresznyét lopni. Ajaj! Persze. Jó volt, abszolút. Örültem neki. Egy a lényeg, hogy valaki biztos van ott, aki fölhúz bennünket, nem? Ha hogy a francban ellene? Hát van egy ilyen, mindjárt elmondom, mindjárt. Tudom, ez a hevederről beülsz. Jó, csak vezessél, mert még egy... Van egy biztonsági ember, és az ugye, hogy nehogy leesél, nem? Fogja a kötelet, igen, ő az ellensúly, érted? No. Ő az el, van egy másik ember, aki ezt hozzá van, ő az ellensúly, hogyha netán leesel... Csáva, ha megbeszélem, hogy húzzon föl engem. Ahhoz több ellensúly is kell. Több ellensúly kell. Köszönjetek el egymástól. Szervusz, szia. Szia. Árpikám, várjál, légy szíves. Várj egy kicsit. Gyerünk, cliffhanger! Gondolj be! Gugolj le, légy szíves, gugolj le! Dehogy is, de mindenféleképpen, nem! Ne, gugolj le, mint a hintába! Jó van! Gugolj le! Azaz, ragyogó! Látod, ez azért kell! Mehetünk! Árpika, szeretném látni a falon! Igen? A falra már szíves! Na, adott kötelet! És akkor irány a fal! Iszonyat volt ugye, amikor fölnéztem, és több méteres fal, ugye, tátunk. Persze, nagyon magas a dolog, de én már akkor tudtam, hogy úgyse fog fölmenni a tetejére. Gyerünk, Árpi! Nyomjad! Föl a kéz, Árpi! Nyomjad! Azaz, ragyogó! Föl a láb! Tartalak testet! Jaj! Jaj, másik kéz! Rossz kötelet kaptam el. Igen. Az anyagot. Gyerünk! Várjál! Tartsál! Mindenféleképpen tartalak, ne aggódjál! Már le leessek! Nem esel le! De most leessek! De most estén, akkor mi fog történni? Hát engedd el, Árpi, engedd el bátran! Hát én nem is tudom, én megmondom őszintén, ugye én csak azt láttam, hogy így egy ekkora, és hátul meg egy cof. Nekem úgy nézett ki, mint egy elefánt az alatt. Kész, vége nyertél! Jaj! Adok neked egy kis konfettit! Ezélem, konfetti! Jaj! Engedve! Olyan volt? Kétszer bátja neki, anya! Köszönj!